A láthatatlan kiállítás lényege az érzékenyítés. Annak megélése, a látássérült embertársaink hogyan boldogulnak a mindennapokban olyan körülmények között, melyek egy látó ember számára nem okoznak problémát. Ácsezső polgármester a megnyitójában arról beszélt, az idei esztendőben számos rendezvénynek adott otthon Cekszárd, mely a hátránnyal élőket és a város lakókat hozta közelebb egymáshoz. 700-an regisztráltak előre erre 3 napra, és kb. 1500-an nem tudtak már regisztrálni, mert nem tudja fogadni őket a kiállítást tulajdonképpen. Ez pedig azt mutatja, hogy szükség van az ilyen rendezvényekre. Azt mutatja, hogy Cekszárd közössége és társadalma nyitott arra, hogy ezeket az eseményeket befogadja, és ezen eseményeken egy kicsit felülemelkedve, vagy felemelkedve tulajdonképpen befogadja azokat az üzeneteket, amelyeket az ilyen jellegű rendezvények közvetítenek. Vastag Oszkár szemész főorvos arról szólt, a társadalom idősödése és a számítógép és telefonhasználat eredményeként nő a szembetegek aránya. Egyre több a rövidlátó, rövidesen a társadalom 50%-a rövidlátó lesz, ennek pedig az az oka, hogy a gyerekek nagyon sokat néznek közelre. A mobiltelefon, a számítógép, ezért javasoljuk a gyerekeknek, javasoljuk a családnak, javasoljuk a tanároknak, hogy igenis meg kell időnként szakítani a közelre nézést, ki kell menni a természetbe, és távolra kell nézni. A távolra nézés csökkenti a rövidlátás kialakulásának a valószínűségét. Az érdeklődők több állomáson tapasztalhatták meg, milyen is vakon élni.